Jó estét kívánok, ez a kultúrfelelős, a műsor mai vendége Festban Béla, színművész, rendező, Jászai Mari díjas, kétszeres Ajtai emlékdíjas, kétszeres Roboz Imre emlékdíjas, egyszeres Rutkai díjas, és van még mindenféle apróbb díjad, igazán nagy díjad még nincs. És ezen én meglepődtem. Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm a kedves meghívásodat, és üdvözlöm a kedves nézőket. Hát nem tudom, mi számít igazán nagy díjnak. Mondjuk egy érdemes művész, az már úgy valami jelenteni, és mondjuk az életkorodban adódóan, itt az imént beszéltünk a pályák delelőjéről, mielőtt elindult volna a főcím, hát azért in floribus a delelőn vagy. Nézd, ugye tehát 40-es éveim elején járok, 21-22 éve csinálom a színházi szakmát. Hogy mondjam, elégedett vagyok a díjaimmal, vagy az elismeréseimmel, nagyon büszke vagyok a Jászai Mari díjra, és igyekszek annak a szellemében szolgálni a közönséget. Ugye a díjat nem kapják, hanem adják. Igen. Vagy ugye szokták mondani, hogy rossz bombóval a díj olyan, mint a bomba, mindig fölülről jön, és nem lehet tudni, hogy kit talál el. Úgyhogy ha arra érdemesnek találnak a következőkben, esetleg örömmel és büszkén fogom fogadni, de nincs a szívemben semmiféle elégedetlenség. És egyébként azok az apró díjak, amiket felsoroltál, amik nem is annyira apró díjak. Hát főképp a Rutkai díj tartom nagynak, mert azt a társulat adja. Így van, tehát azok szavazással. Így van, azok tulajdonképpen a Vígszínház társulatának és a Vígszínház csapatának afféle belső díjai, és hát azt mindenki tudja, nem csak művész területen, hanem egyéb máshol is, hogy tulajdonképpen az egyik legfontosabb és a legkülönlegesebb elismerés az, amikor a társaid és a kollégáid ismernek el, vagy ők veregetnek művészileg és emberileg is hátba, így van, hogy valami szép dolog történt. Minden Vígszínházi díjamra, vagy elismerésemre pont ezért különösen büszke vagyok, a Robozra, nagyon az Ajtaira, a Rutkaira, szóval mindegyikre, ami a Vígszínházi munkámat méltatta, vagy ismerte el. Te láttad még színpadon Rutkait is, meg Ajtait is? Ajtait természetesen nem láthattam, és a Rutkait sem láttam már. Kisgyerek voltam, amikor ő a 80-as évek végén meghalt, és akkor én még nem voltam benne a pesti színházi körforgásban egyáltalán, akkor én még egy vidéki gimnazista kisrác voltam. Na majd erről a vidéki gimnáziumról fogunk mindjárt beszélni, de mindenek előtt arról a darabról, amit a lelkemre kötöttél, hogy arról mindenképpen szeretnél beszélni, mert ez most számodra a leglényegesebb, ez Ibsen Rosmersholm című műve, amit a Rózsavölgyi Színházban mutattak be, nem olyan régen, és ezt te rendezed, és ez egy fontos szerepet is játszom benne. És játszol egy fontos szerepet. De a legérdekesebb, amit én elolvastam belőle, mert még nem láttam az előadást, a darab Norvégiában játszódik az 1880-as évek végén, kampány és választási időszakban, a konzervatív és szabadelvű politikai szekértáborok harcába beleroppan az ország, és kettészakad a társadalom. Hát ha már 1880-ban úgy volt, ahogy most, 138 éve semmi nem változott a világon vagy Európában. Hát vagy legalábbis időnként ismétli magát a történelem és annak különböző jelei, vagy annak különböző jelenségei, és mindegy, hogy Norvégiában, vagy attól délebre járunk Európában, vagy máshol a világon. Igazából ez a fajta közéleti vonala a darabnak természetesen nagyon jelentős, és természetesen nagyon fontos volt, hogy most ebben az időszakban jutott hozzám a lehetőség, hogy ezt a darabot színpadra állíthatom. Hiszen nyilvánvalóan egyértelmű volt, hogy itt valamiféle rezonancia lesz az ügyben, hogy ez a darab a régmúltból, a 19. századi Norvégiából hogyan rezonál a mi kortárs jelenünkkel, de ami ettől egyébként sokkal fontosabb... Az emberi drámák ebben. Így van, illetve abban, hogy Ibsen milyen zseniálisan és nagyon különlegesen és költőien variálja és szövi egybe a magánéleti és a közéleti tartalmakat, a magánéleti és a közéleti problematikákat, hogyan nyúl utánunk tisztázatlan múltunk,
a múlt jelenre gyakorolt hatását nagyon erősen vizsgálja, és hát vizsgálja azt is mind magán, mind pedig közéleti területen, hogy a választásnak, a választásainknak milyen súlya, milyen lehetősége van, hogy tudunk élni a szabadsággal, és hogy tudunk élni a felkínált lehetőségeinkkel. És mindezt, még egyszer mondom, nagyon különleges költőiséggel és helyenként fekete humorral teszi. Egy számomra régóta dédelgetett Ibsen darabról van szó, egy olyan műről, amiről úgy kíváncsi volt, hogy mikor kerülök vele közelebbi kapcsolatba, és most a Rózsavölgyi Szalon megtisztelő felkérésére el tudtam vállalni ezt a feladatot. Most, hogy kedvet csináljunk a nézőknek, hogy rohanjanak el a Rózsavölgyibe. Most bemutatom azt az úgynevezett trélert, ami egy figyelemfelhívó promó a Roswell Song darabról. Vár rám, Rebeka, ami tele lesz harccal és érzelmi viharokkal, mert én élni akarom az életemet, nekem ne írják elő, hogy hogyan éljek, sem elevenek, sem mások. Szabad gondolkodunk, van elég. Szinte sok is. Különözni egy-két eszmét. Micsodát? Egy-két levetett eszmét. Nagyon megköszönném. Volt itt egy nagyon fontos mondatod, hogy ami érdekes, hogy már a 19. században is szerepelt, és ha szerepelt egy darabban, akkor valószínűleg szerepelt az életben is. Hogy nekem ne írja elő senki, hogy én hogyan éljek. Igen, hát megpróbál valaki itt az eszmék és az ideológiák, a tradíciók és az újító szándékok ellentétes vektorai között egyszer csak megpróbál valaki a saját lábára állni, és megpróbál valaki mindenkitől függetlennek lenni. Megpróbál nem tartozni egyik oldalhoz sem, megpróbál tartozni csak saját magához, és megpróbálja magát távol tartani a harctól. És aztán mint minden rendes Ibsen darabban kiderül valami ennek a szereplőnek a múltjából, ami ezt a harcot, hát majd meglátjuk, hogy lehetővé vagy lehetetlenné teszi. Egy különleges krimiszerű darabról van természetesen szó, mint még egyszer mondom, mint oly sok Ibsen műben, hogy valami előbukkan a múltból, ami már korábban megtörtént, és az hirtelen egyszer csak elkezdi a színpadon létező szereplők minden mondatát és minden létezését befolyásolni, és döntő hatást gyakorol az éppen jelenlükre, és hát természetesen a jövőjükre is. Még az is egy fontos mondatom volt, miközben néztük ezt a kis videót, és azt szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy egy valóban nagyszerű színész csapat gyűlt össze, hogy ezt a ibseni kamara drámát, vagy kamara zenét ebben a különleges és kis térben megszólaltassa. A Lukács Andor, a Láng Anna Maria, Gyabronka József, a Zrínyi Gál Vince és a Kútvölgyi Zsike a partnereim ebben az ügyben, és hál' Istennek mindenki sajátjának és magáénak érzi ezt a darabot, úgyhogy tényleg nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, aki kedveli Ibsent, esetleg annak is, aki nem, mert nem tartom kizártnak, hogy ez az anyag akár kedvet csinál ehhez a nehéz, nem könnyű szerzőre. A díjakról és arról, hogy Budapestre mikor kerültél föl, akkor említetted, hogy hát akkor még egy vidéki gimnáziumban jártam, ugye ez volt a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium, amelynek egy nagyon híres dráma tagozata van, és valahogy az az érzésem, hogy
aki színész akar lenni ebben az országban, az oda törekszik. Vagy én rosszul gondolom ezt? Nem gondolod rosszul, igazából mégiscsak egy komplexebb dologról van szó, mint egy egyszerű színész képzésről, vagy színész előképzésről. Tulajdonképpen a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi drámai tagozatán olyan jellegű képzés folyt, és azt gondolom, hogy folyik mind a mai napig, ami alapvetően kreatív, nyitottan gondolkodó, a világ kérdéseire, ezenből a kultúrára fogékonyan reagáló, a zenére, a humántudományokra, de egyébként van arra is példa, épp az ellenkezője, hogy a reál dolgok felé is. Tehát szabad, önálló személyiségeket, vagy személyiség kezdeményeket nevelgetnek ott a gimnáziumban a tanárok. Bácska Miska bácsi szellemében, aki ezt ugye létrehozta a Várkonyi Zoltánnal közösen, és hogy egyébként ennek van egy színházi része, vagy egy színházi vonulata, van egy játék azzal, hogy mit tesz, vagy mit tehet velünk a színjátszás, hogy hogyan tudunk feloldódni a drámában és a játékban, vagy a drámajátékban. Az tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy másodlagos, de természetesen valóban lehet, miután vannak ilyen irányú foglalkozások, és vannak ilyen irányú tanórák, lehet egyfajta előszobájának, vagy előfutárának tekinteni a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, vagy akár más ilyen jellegű iskolának is. De miért pont Szentesen alakult ez ki? Azért alakult ki Szentesen, mert, és már említettem az előbb ezt a két meghatározó nevet, a legendás pedagógust, a Bácskai Miska bácsit, illetve a Várkonyi Zoltán. Azért alakult ki Szentesen, mert a Várkonyi tudta, hogy Szentesen már az 50-es, 60-as években is hagyománya volt a diák színpadi előadásoknak. Tehát magyarul ott korábban is, ebben a gimnáziumban már a Bácskai Miska bácsi vezetésével, és talán még korábban is, nem akarok butaságot mondani, minden esetre az, hogy a diákok diák színpadokat tartanak, és szervezettebben foglalkoznak azzal, hogy színi előadásokat gyakoroljanak be, vagy egyáltalán színházzal foglalkozzanak, ott Szentesen ennek volt már hagyománya. És a Várkonyi, aki pedig úgy gondolta, hogy már a középiskolában el kell kezdeni valamiféle képzést, vagy előképzést, vagy a színház felé való terelést és nevelést, így nagyon gyorsan jó kapcsolatba keveredett, és jó hangot talált a Bácskai Miska bácsival, és létrehozták 40 éve, hiszen 1978-as az indulás, úgyhogy pont idén lesz a 40 éve annak, hogy ez a tagozat elindult, és ha tényleg csak a színészi vagy a színházi vonalon dolgozó kollégákat, vagy színész kollégáimat, társaimat említem, egy nagyon széles és gazdag az a paletta, aki ebből a gimnáziumból indult el, a Gáspár Sándortól a Hajduk Károlyig, a Szávai Vikin keresztül a Petrik Andreáig, az Alföldi Robitól a Hevesi Tamás. Szóval magyarul egy nagyon gazdag paletta van, és mindenkitől természetesen elnézést, akit kihagytunk, hiszen nem lehet meg, csak hogy az íze véget, nem is törekedtünk arra. Szóval ezért Szentes, és én magam, aki egy egri fiú vagyok, én magam Egerből, Szentesre minden második hétvégén szépen, két hetente jártam haza Egerbe, úgyhogy két hetente megtettem oda-vissza ezt a nehéz vonatutat. És aztán jött a főiskola, Marton László osztálya, és egy végzés időpont 97, és azóta a Vígszínházban dolgozom. Igen. Van. Amikor is kaptál egy filmszerepet, ezt most megmutattam. Jaj, de jó. Tudja, balerinának készülök. Azt csak látszhat, hogy dundi vagyok. A hajamtól van. Ugyan. Olyan szép alakja van, mint egy spulninak. Maga meg egy faragatlan kis dobos. Nagy dobos. Hallotta? Dobos leszek, Tupirka. Megyek Vitre. Közelebb ülhetek? Na, csak ne dúvatkodjon. Még csak nem régóta ismerem. Nem tudom, tudja-e. A női lélek érzékeny hangszer. Nem egy dob. Tupirka. Ismeri azt a dalt, hogy talán egy perc alatt? Ez dúdoltam egész álló nap. Talán egy perc alatt?
Talán egy év alatt sikerül meghódítanom. Nem bírom tovább. Ede, kimondom. Tegeződjünk! Etelka! Talán egy perc alatt, talán egy év alatt sikerül meghódítanom. Jó szórakoztam, igen. Még most is. Hát igen. Pedig már hányszor láthattad? Sokszor láttam, de hát persze jól szórakozik az ember az emlékén ennek a forgatásnak, meg ennek az ügynek. Ez volt a Csini Baba. Ez volt a Csini Baba, a gyengébe kedvéért. Aki még nem esett le a tantusz. Tímár Péter nagyszerű rendezésében és nagyszerű gondolata, hogy ez a film megszülethessen. És hát valóban egy, tehát még fenekünkön volt szinte a tojás, még el sem végeztük itt, nagyon sokan szinte a főiskolát, vagy éppen elvégeztük, amikor jött ez a lehetőség. Szerintem tudatos is volt a Péter az ügyben, hogy bizonyos szerepekre kifejezetten nem akart ismert vagy ismertebb arcokat használni. Na de hát és erre szerezle... például, erre az Edére nem is lehetett volna egy ismert valakit. Hát én most bocsáss meg, hogy egy ilyet mondok, és biztos nem fogsz utána engem megkövezni, vagy ki nem szólózzunk a kultúra előtt, hogy ilyen elálló fülű színészt, hát hol talált ott volna? Ott nem, az kétségtelen, hogy ez azóta is komoly védjegy. Viccet félretéve, hát persze igen, ugye itt egy fiatal zenekarról van szó, akiket hát valóban nem is játszhattak volna mások, mint fiatal, tényleg ismeretlen. A Vitre készülő zenekar. A Vitre készülő zenekar. Ugye a film nyugodtan mondhatjuk tényleg az elmúlt 20-21 év távlatában, hogy kultfilmé vált, tehát igen, hogy valamit nagyon, nagyon elcsípett a Tímár Péter ebben, és szerintem azt, és azért tudunk ma is talán önfeledten röhögni rajta, és magunkra ismerni benne még ma is, mert ugye ez egy 97-es film, tehát 7-8 évvel vagyunk a rendszerváltozás után. Már épp eltelt annyi idő, hogy azt lehetett érezni a levegőben, hogy valami örökre lezárult. És valamit először talán úgy, hogy valami lezárult, és már eltelt egy pár év, ki lehetett nevetni, vagy legalábbis lehetett róla egy ilyen jellegű szatírát készíteni, ugye az 50-es évekről, ami hát mondjuk azért, tehát ez korábban nem lett volna 60-as. Lehet. 60-as. Vagy 60-as évekről, bocsáss meg, igen, 60-as évekről. Szóval ez korábban ez nem lett volna ennyire egyértelmű, hogy itt ugye viccelni a Kádár, stb. Tehát mondjuk, hogy ez a tömbfelügyelővel, a stb-vel. Szóval először lehetett kinevetni, és jó ízűen hátradőlve görbetükrön keresztül végignézni ezt a korszakot, és ez szerintem ez még mind a mai napig tart, hogy ezen a korszakon az akkori bátorságunkkal, a 97-es bátorságunkkal, vagy felszabadultságunkkal, szabad ezt mondani, tudunk rajta nevetni. 97 volt ugye az az időpont, amikor főiskola után Marton tett egy ajánlatot, oda mentél a Vixenbe, azóta nem mozdulsz onnan. Ellentétben másokkal, te nem vagy egy ilyen vándormadár típus, olyan vagy, mint a Kern Andris, vagy a Lukács Sanyi, akik ugyancsak oda mentek, van, akit a Várkonyi hívott, van, akit más, és ott maradtak, és ott jól érzik magukat. Gondolom, ha nem éreznéd jól magad, akkor nem lennél ott. Hát olvastam egy kimutatást, hogy tavaly játszottak 238 szerepet, előadást. Elképzelni nem tudom, hogy lehet 238 előadást erőnlétileg is végigcsinálni, de mondjuk ebben nem csak Vígbeli előadások voltak, de hát a döntő többség ugye... Ez a Víg Színház volt csak, András, pontosítólag, tehát ez igen? A, abszolút, ez akkor, a, tehát 238 akkor... előadást játszottam a Víg Színházban, és ezen kívül még néhány... Igen, és volt még néhány, valóban már nem olyan sok még ezen kívül, de valóban volt egy kimutatás tavaly, és ez egyébként tényleg így van, a tavalyi évadban az ország legtöbbet, vagy hát jó, vagy adjuk meg az esélyét, az egyik legtöbbet játszó színésze voltam. Kár, hogy nincs egy ilyen, mint a komoly zenében van egy Bach Track nevű internetes oldal, az mutatja meg, hogy a
hegedűsök, a zongoristák, stb. Csellisták, kik a legfoglalkoztatottabbak a világon, itt a magyarok elég jól állnak, de hát akkor igen. Itt te is egy ilyen Bach trackbe, vagy egy mit, a Romeo trackbe, ha volna ilyen, akkor eléggé jól szerepelnél, és hát itt kaptál most egy olyan kritikát, azt már nem tudom, de felolvasom, de nem tudom melyik darab után, de ezt majd mindjárt elmondott, gondolom. Festbaum egyedülálló figura, elenyésző a lexikonban jegyezhető szerepe, mégis a legnagyobb nevek között fog bevonulni a Vixiász történetébe. Miután írták ezt? Emlékszem erre a sorra, de hogy pontosan miután írták, azt nem tudom. Azt hiszem, hogy egy összegző írás lehetett rólam, vagy egy összegző írás a pályámról néhány évvel ezelőtt, mert onnan ismerős, és elnézést a kritikustól, vagy az újságírótól, vagy újságíró hölgytől, aki ezt elkövette, hogy most hirtelen nem jut eszembe, de azt hiszem, egy összegző írás lehetett. Nézd, valóban nem feltétlenül a főszerepeimről, vagy a hangzatos neveimről, vagy a hangzatos szerepnevekről érdekes, vagy vizsgálható mondjuk az én Vixi házi pályám. Hanem attól, hogy te ott jelen vagy. Hanem attól, hogy jelen vagyok, én szívesen játszom mindenfélét, és ezt most komolyan mondom, ez egy színész szájából mindig óvatosan kell kezelni, én magam is óvatosan kezelném, mert a színész nagyot szeret játszani, a színész azt szereti, hogy középen álljon, a színész azt szereti, hogy minden róla szóljon, és ez egyébként így is van rendjén, és így is igaz, és hazudnék, hogyha velem is nem lenne természetesen valami hasonló, de én nagyon szeretem a kis szerepet is, vagy a kisebb szerepet is, a közepes, a mások által esetleg nem biztos, hogy annyira kedvelt feladatot, mert ha lehet, különlegesebb és érdekesebb kihívás sokszor egy rövid jelenetben, vagy mondjuk két rövid jelenésben fölfesteni egy sorsot. Ott igazán, hogy az ember a szakmából mit tud? Jobban, ott, mint egy főszerepben? Ott is nagyon jól meg lehet mutatni, vagy ott is nagyon jól, és még nem csak megmutatni, hanem ugye az ember folyton fejlődik, ott is nagyot lehet tanulni rajta. Egy újságíróval beszélgetek, és ez nagyon fontos hasonlat. Nekem nagy szerelmem az újságírás, egyrészt családilag is, édesapám is újságíró volt, sportújságíró ráadásul. És ennyiben közös a pályánk, legalább egy darab. Ennyiben darab közös, ja. Igen, és hogy mondjam, tehát amikor két flek van. Amikor nagy vezércik, vagy nagy terjedelem van, nagy terjedelem van. Ha kis hír van, de mindegyiket annak a keretek közében, mindegyiket jól kell megírni, és el kell készülni határidőre, tehát ez a két mesterség az, amit nem lehet azt mondani, hogy nincs megcsinálva. Másrészt pedig mindegyik méretben, vagy mindegyik terjedelemben az embernek saját magát kell adnia, és a saját képességének a legjavát, valóban akkor is, hogyha egy rövid hírt írsz valamiről, vagy egy rövid tudósítást, és akkor is, hogyha kifejted a véleményedet, mondjuk az NB1 elmúlt 10 évéről. Tehát, most igen. Nagyon jó, hogy elmondtad, hogy a határidőre kell kész lenni, mert a te egyik kedvenc íród, az többek között, nem tudom, tudod-e, hogy arról volt híres, hogy akkor írta a legjobb cikkeket, amikor ott állt az asztalánál a szedő a nyomdából, és húzta kifele a papírt az írógépből, és akkor még gyorsan írta, akiről szó van, nem más, mint, hogy egy ilyen vetélkedői fordulata léjek, mint Kosztolányi Dezső. És ezért most itt van az ideje, hogy megmutassam azt, hogy te hogy tudsz Kosztolányit szavalni. Kattogást hagyjuk abba. Tessék! Kosztolányi Dezső, boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne a dió, mogyorú, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű jó takaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép részegi a ködnek a könynek, s ha néha magam köszönök, még már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van, igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan,
szájamban öreg pipafüstöl. Fürdő van, üdíteni testem, langy téj a beteg idegennek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok az a bánat, könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának van engem a Magyarország. Hentri Zoli, legyen szíves, a portára jönni várják. De néha megállok az éjjel. Gyötrődve, halálba hanyatló. És úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg kifölesmél. Álmát hüvelyezve zavartam. Kezem kutorászva keresgél, hogy jaj, valaha meg akartam. Mert nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, amiért borigégtem. Itthon vagyok. Itt. E világban. És már nem vagyok otthon az égben. Nagyon szép. Hihetetlen, hogy nem lehet kizökkenteni téged. Ugye ez egy ilyen mobil telefonos verssorozat volt, ugye mások is mondtak mobilra verseket. Oda jöttek hozzád az öltözőbe, mondták, tessék, akkor elkezded mondani, és közben ugye megszólal az ügyelő, hogy XY jöjjön a színpadra, vagy nem. És akkor nem mondod azt, hogy gyerekek, vegyük újra, mert itt ez... hanem válsz egy kicsit, és akkor... És az egész versben nekem azt tetszett, nagyon szubjektív vagyok, de nem baj, hát ez az én műsorom. Szubjektív. Szóval, hogy azt mondtam az elején, hogy hogyan szavalsz Kosztolányit, de itt nem szavalás folyik, hanem itt te Kosztolányi hangján beszélsz nekem, a nézőnek, és nekem ez tetszik a legjobban ebben. Köszönöm, hogy ezt mondod. Az igazság az az, hogy, és azért is választották tőlem ezt az anyagot, vagy én választottam ezt ebbe a mobilvers sorozatba. Ugye a Kosztolányival egy különleges kapcsolatom van a Vígszínház házi színpadán. 8 éve megy változó. 10 már? Épp ez a lényeg, ezt akarom mondani. Pont ebben a hónapban. 8-nál lelakadtam. 8 volt a hír talán, amit olvastál annak idején. De változatlan a szöveg. Változatlan a szöveg. 2008 áprilisában, pont szinte tényleg napra egy évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt mutattam be ezt az előadást. Eltelt 10 év. A léggömb elrepül, így van. Ami egy nagy vállalkozása volt az akkor 32 éves fiatalembernek, hogy egy olyan anyaggal álljon a közönség elé, amit ő maga válogatott, ő maga szerkesztett, és ő maga rendezte is az előadást. És hál' Istennek az elmúlt 10 évben ez folyamatos, és megkerülhetetlen, vagy levehetetlen örök darabja maradt a Vígszínház házi színpadának, és így van ez a mai napig is. A szövegen nem változtattam. Ugyanaz a szöveg megy, mint amit én 10 évvel ezelőtt kitaláltam és megálmodtam, de természetesen az én mindenkori változásaimmal, a közönség mindenkori változásaival és reagálásaival, a saját fejlődéseimmel, sikereimmel vagy kudarcaimmal a hátam mögött, de ugyanazt az anyagot, ugyanazt a szerepet, ha lehet azt mondani, hogy ilyenkor az ember ír magának kvázi egy szerepet ezzel egy ilyen típusú összeállítással. Egyébként Kosztolányi verseit és újságírását használom ebben az előadásban. Tehát Kosztolány, mint újságíró is megjelenik nagyon hangsúlyosan ebben az estében. És igyekszem hozzátörni magam ehhez az én régi válogatásomhoz. Hál' Istennek sikerrel a nézők töretlen lelkesedéssel támogatják ezt az előadást. Az mi vesz rá egy 30 éves fiatalembert, mert most vagy a 40-es éveid elején, egy 30-as éveinek elején járó fiatalembert, hogy visszaüljön az iskolapadba, mert nem, valószínűleg nem ültél vissza, csak levelezőn, de elkezdje magát beásni a színház tudományba, és végül is elvégezted a Veszprémi Pannon Egyetem színháztudományi szakán, és megszerezted az MA fokozatot, aztán pedig a Színművészeti Egyetemen doktori DLA fokozatot, nem tudom ez pontosan mit jelent, a DLA, de majd mindjárt elmondod. Igen. Tehát miért
mi viszi rá a színészt, aki egyébként el van árasztva munkákkal, hogy akkor újra elkezdjen tanulni? Nem tanultam még eleget? De valószínűleg eleget tanultam, viszont pont 10 évvel ezelőtt, vagy ugye mióta 10 éve csináltam már a Víg Színházat, és a gyakorlat, hogy úgy mondjam, túltengett az életemben, nagyon elkezdett hiányozni az elmélet emellé. Ha nem színész lettem volna, vagy nem vesznek fel annak idején a színművészeti egyetemre, akkor az én másik utam, ami végül nem lett, de a másik utam valamiféle esztétika szakos bölcsész, az ilyesmi felé vezetett volna, de aztán végül is a színművészeti egyetem döntése mást hozott, vagy mást mutatott. De a filosz alkatodat ítélted ki, hogy visszamentél a színház tudományokat. Visszamentem tanulni, tanulni és kutatni. Ugye az ember, hogyha a Víg Színházat csinálja egy ideje már, és elkezd vele szorosabb kapcsolatba kerülni, akkor a színház, ez a nagymúltú és folyton változó, de ugyanakkor mégis örök és ugyanolyan színház, nagyon sok kutatnivaló területet ad annak, aki elkezd érdeklődni az iránt, a színház iránt, és én egy ilyen figurája voltam, vagy vagyok is talán még most is a Víg Színháznak. Most és is kutatsz valamit? A doktori munka lezárultával, ami tulajdonképpen a Víg Színház első művészeti igazgatójának, a Ditrói Mór életének és színházi életének a feltérképezése volt, és abból született egy könyv is a Corvina kiadó gondozásában. Napvilágot is látott, tulajdonképpen a doktori dolgozatom könyvé nemesített változata. Annak a lezárultával azóta újabb konkrét ügyben nem kezdtem, de vannak terveim, hogy mi lenne, vagy mi lesz majd a következő út, vagy következő fejezet. Ez egy nagyon nagy munka volt, azt azért el kell mondani. Tehát mondjuk ennyi előadás és ennyi színházi, tehát gyakorlati munka mellett... Ne csodáljuk, hogy nincs időd kutatni. Most éppen nincs, de remélhetőleg hamarosan újra majd lesz. No, minden esetre, hogy miért kezdi el valaki? Hát azért, mert szenvedélyesen érdekelt. Kutatást, vagy történetkutatást, vagy egyáltalán azt, hogy valaki mondjuk az Országos Széchenyi Könyvtár régi dobozai fölött üljön, és sárga lapokat nézegessen, és abban keressen valami régi információt egy régi színésznő régi szerződéséről, ez egy őrület. Ehhez kell egyfajta szenvedély. Tehát ezt nem lehet kötelezővé tenni. Ez vagy van, vagy nincs. Na most nálam ez van, ez engem borzasztóan érdekel. De nem csak pusztán múltbéli nosztalgiából érdekel, vagy nem csak azért érdekel, hogy jaj, de érdekes, hogy volt, mint volt régen, hanem hogy ezek a régi anyagok, vagy ezek a régi színházi alkotók, jelesül például a Ditrói Mór, és az ő munkássága hogyan tud kapcsolatba lépni a jelennel. Valószínűleg, mint minden történeti kutatás, vagy minden olyan, ami a múltat vizsgálja, vagy keresgeti kutatás, vagy tudományos szinten, annak valahol végül mindig az a célja, vagy értelme, hogy valamiféle fogódzót adjon a jelennek, vagy valamiféle párbeszédet kezdjen el kialakítani a jelennel. Tud-e ez a két kor ezen a bizonyos szűrőn keresztül találkozni, vagy beszélgetni egymással? Most Ditrói az egyik oszlopa volt a Víg Színháznak. Én most mondok egy másik oszlopot, aki nem úgy volt oszlop a Víg Színházban, ahogy Ditrói, de mégiscsak elválaszthatatlan a Víg Színháztól, és előbb jöjjön a jelenet, és aztán megmondom, hogy kiről van szó. Ha ez itt most megint színpadolna, és ez a három figura itt állna ebben a darabban, ezek után, az események után, hogy fejeznéd be te ezt a felvonást? Hát, be van fejezve. Nem. Mielőtt a függöny lemegy, még kell valami. Egy úgynevezett felvonás vég. Felvonás vég. Egy érdekes, izgató perc. Egy csattanó. Felvonás vég. Legyen befejezve, de mégse legyen vége. A publikum érdeklődése meglepő módon legyen felfüggesztve. Na, kedves barátom, annyi sikeres darab társzerzője, hogy végeznéd be te ezt a felvonást? Megmondom, ugyanis nagyon könnyű. Gyere ide, te pedig ülj ide harmadban. Hát kérem, én nagyon kedvelem a hangulatos, kellemes, könnyedén franciás felvonás véget, aminek egy kissé
Monden színezete van. Tehát a három jó barát reggelihez ül. Étkezés a színpadon mindig nagyon kedves dolog. A vihar már elmúlt, az ég ugyan még felhős, de a napsugarai már csillogni kezdenek a szíveken. Ezt a hangulatot, mint mondani szokás, egy kicsit kicsengeni hagyni. Kis szünet. Parancsoljatok itt a reggel. Molnár Ferencről van szó, a TV 13 felvétele volt ez, a Játék a kastélyban című előadás, ami még mind a mai napig megy ugyanebben a szerkosztásban. Ez is mindjárt 10 éves lesz. Igen, igen. Sajnos Tahitót László már nincs, igen, az előadásban. Erről múltkor Benedek Miklóssal beszélgettem itt, majd nem sokára látni fogják a nézők Benedek Miklóssal készült beszélgetést is, és arra volnék kíváncsi, hogy miért pont Molnár Ferenc lett a Vixi háznak a házi szerzője, és mi van a Vixi ház levegőjében, ami így beszippantotta Molnárt, vagy éppen fordítva történt ez? Az igazság az, hogy a Molnár először, mint oly sokan a Vixi ház megalakulásakor, oly sok író, vagy drámaíró, vagy újságíró, mert hiszen most megint ugye visszakanyarodunk az újságíráshoz, ugye a Molnár is egy Virtigli újságíró volt, sőt, elsősorban újságírónak tartotta magát, és csak mellesleg színműírónak, vagy drámaírónak. Szóval nagyon sokan kerültek közel a Vixi házhoz először, mint műfordítók. A Vixi ház első éveinek profilja, vagy alapvető arculat meghatározó színjáték típusa volt a francia vagy franciás típusú bohózat vagy vígjáték. És hát ebből aztán hetente, nem tudom, havonta, két hetente jött az új és újabb, tehát nagyon gyorsan és nagyon profin kellett fordítani. És a Molnár ezeken a francia vígjáték fordításokon sajátította el a szakmát, és ezeken keresztül dolgozott be tulajdonképpen a Vixi háznak. És az első saját darabját, amit aztán a Vixi ház elfogadott, a Doktor urat, azt 1902-ben mutatta be a körúti teátrum nagyon nagy sikerrel, és onnantól kezdve tulajdonképpen nem volt év vagy évad, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül hogy egy hatalmas nagy Molnár siker meg ne rengette volna a Vixi ház falait. Jól álltak egymásnak a Vixi ház és Molnár Ferenc és a Vixi ház. Értették egymást, a Molnár nagyon értette azt a közönséget, aki a Vixi házba jár, nagyon az ő nyelvén beszélt, sőt az ő nyelvét alakította ki, ha szabad ezt mondani. Ezekben az években alakul ki az a fajta pesti nyelv, vagy az a fajta magyar nyelv valójában, amit mi magunk is beszélünk. Jó, és a Molnár ezt nagyon jól értette. Milyen jó, hogy egy színház történésszel is itt ülünk, mert így legalább most végre számomra is világossá vált az, hogy ezekkel a könnyű franciás darabokkal teremtette meg az ő a gyakorlatát. És te pedig megteremtettél egy előadást Monokli címmel. Igaz, nem a Vixi házban ment, hanem a Pesti Színházban, de pont azért, mert ahogy én tudom, a Vixi házban annak idején pont vele egy időben a Lovakat lelövik című produkció ment a Vixi ház fiataljaival, te pedig a Vixi ház úgymond nagy generációjával állítottad színpadra a te Molnár világodat, Monokli címmel, ugye olyanokkal, akik még látták Latinovicsot, Rutkait, Darvast, Tomaneket, Bulla Elmát játszani, és hát játszottak a is velük, így van, nem csak látták, hanem játszottak is velük. Játszottak velük. Ugye említettük ezt a 238 előadást, és mondtam, hogy és akkor még hátra vannak a masszekok. És akkor most előjönnék egy masszekkal, amelyik már kapcsolódik a te zenés énethez. Elmúltak a régi szép idők, elmúltak a régi szép napok, ferdes arkú volt a kis cipő, a szívedben boldogság lakott. Most a fény és pont a vesz körül, gazdag vagy és van szép palotád,
a szíveden mégis bánat ül. Ott szokogsz, ahol senki se lát. Fröccs érkezik. Tessenek parancsolni. Nyugodtan, tényleg. Ingyen van. Egyszerre csorakozónál kirántja egy tiszta sorból, hogy majd ő lövi főbe. Hátra viszi egy barak mögé, de ahelyett, hogy főbe lőné, rejtegetni kezdés ruhát ad neki. Kiderült, hogy a tiszt még a háború előtt hallotta a szomorú vasárnapot a kulacsban, és így a dal megmenti Seres életét. Nem ér egy lyukas garas sem néken, ha elszáll a szép varázs. Nagyon illik a te alkatodhoz, Seres Rezső. Nagyon. A társaskör felkérésére született ez az este. Egyszeri alkalomnak indult, akár hiszed, akár nem, hogy a Kék Duna Szalon zenekarral, Berki Sándor vezetésével csináljunk egy Seres Rezső emlékestet egy konkrét évfordulóra. Aztán egyszer csak a közönség szeretete. Jó lett. Aztán egyszer csak a közönség szeretete ott tartott a társaskör műsorán olyannyira, hogy még mind a mai napig felbukkan a társaskör évi repertoárjában. Nem sokszor, évente 4-5 alkalommal lehet látni. A leghangulatosabb az a verziója, amikor nyaranta kint játsszuk a kertben. Mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom, aki Seressel és Seresen keresztül egy kicsit a magyar történelem viharosabb és kevésbé viharosabb időszakával is szeretne találkozni. És hát végezetül szeretném bemutatni egy másik oldaladat, amikor egy kicsit keményebb zenét játszol. Már 1999-ben alapítottál egy könnyű esti sértés című zenekart, vagy nevű zenekart, ahol billentyűs gitáros és zenekarvezető voltál, de hol tanultál megzenélni? Ez Szentesen volt, vagy Egerben még? Most el kell neked áruljak, és a nézőknek is egy titkot, sehol. Én nem tanultam zenélni. És ha valaki nem tanul zenélni, akkor ugyanígy tud zongorázni, ahogy te leülsz, és minthogyha mi se történt volna. Megmondom, világéletedben bárzongorista lennél, megmondom ott ülsz, őszintén, és... Megmondom őszintén, hogy ez így van. Hát egy Sziatoszláv Richter veszett el Feznam Bélában. Az mélyebben elveszett. Nem, egy igazi autodidakta, tehát önképző zenész vagyok, ennek minden előnyével is hátrányával. Jó, de az, amikor valaki leül a tábortűznél, a Mácsai Pali mondta, hogy hát ott jól lehet csajozni, az ember levitt egy gitárt. Na de az oké, okay, gitározni lehet, de zongorázni, és így lehet megtanulni? Tulajdonképpen amit velem is tábortűzi gitározásként kezdődött, és aztán egyszer csak amit megtanultam gitáron, azt, hogy megpróbáltam zongorán, azt, amit megtanultam zongorán, megpróbáltam gitáron, és ez a két hangszer egymás mellett úgy fejlesztette magát, de mondom még egyszer autodidakta módon, soha nem jártam zeneiskolába, és soha nem vettem zenetanártól egyetlen egy órát sem, erre nem vagyok különösképpen büszke. Tény, hát de én azt mondom, egyél. De tény, minden esetre, amit lehetett ebből az autodidakta zenei megszólalásból kihozni, vagy zenei történetből kihozni, azt igyekeztem. Valóban alapítottunk egy zenekart annak idején, és most is van egy friss zenekar, ami a Vixiánsz Pál utcai fiúk előadásának tagjaiból alakult és formálódott. A Grund Vixiházi fiúzenekarról van szó, akinek nyáron több fellépése is lesz majd. Na akkor egy korábbi fellépésből mutatok egyet illusztrációként. A hajlom végig táncol az utcákon, sötét ruhája láncai között, senki nem látta, amikor átgáz volt a szívem, nem mint hívnak. Kemény a ritmusra lépkelek, és közben úgy csinált, mintha nem tudnám, legalább 100 éve várok rá, és közben úgy csinált, mintha nem tudnám, úgy csinált. Yeah.
közben úgy csinált, mint ha nem lenne jó velem. Sötét ruhában állunk, megerítősen a hatalmunk. Oly rég voltál, mint a kisgyerek, kinek nem mondták meg, hogy nem lehet. És közben úgy csinál, mintha nem tudnám, legalább száz éve várottál. És közben úgy csinál, mintha nem tudnám, legalább száz éve várottál. És közben úgy csinál, mintha nem tudnám, szeretem. Itt közben elmondtad, hogy azért találtátok ki ezt a zenekart, mert hogy a Tapsenedel úgy éreztétek, hogy nem ér véget az előadás, hát nem is tud véget érni, és hogyha lesz egy-két fellépés, akkor már megéri csinálni. Mindenképpen, és hát hál' Istennek nem is egy-két, hanem ezen a nyáron, ha lehet azt mondani, a zenekar koncert naptára majdhogy nem betelt. Nagyon sok helyre hívták ezt a egyébként amatőr zenekart, ami egy kicsit, még egyszer mondom, ugye tovább viszi, vagy a színház falain túl élteti ezt a Pál utcai fiúk ügyet. Fogunk játszani a Kultkikötőben, az Ördögkatlan Fesztiválon, eljutunk majd Egerbe, ha minden igaz, Óbudán, az Óbudai Főtéren is lesz egy nagy koncertünk, Tatán. Szóval hát magyarul úgy néz ki, beindult hogy a szekély. Úgy néz ki, hogy van ennek a zenei projektnek is van életképessége, és a közönség szeretettel fogadja. Akkor búcsúzol, még egy kritikából idézek neked, és erre már nem is kell válaszolnod. Generációjából és az utána következőkből ő az egyetlen, akit arcról és névről ismer a színház közönségének javarésze. Tudja, hogyan kell itt bejönni, kimenni, megszólalni, nyílt színit kivívni, hogy nem csak a szerepet, a tapsot is meg kell csinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm Önöknek szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt a Kultúrfelelős. Viszontlátásra egy hét.